Sziasztok! Ebben a videóban azt láthatod, hogyan készítek el egy komposztálót. Fő céljai a projektnek egyrészt, hogy felhasználjam a lambérja, tetőrész és szúnyogháló maradék anyagokat, és létrehozzak valami hasznosat belőlük. Másrészt ez egy egyszerű projekt, ami segítségével egy minimális tapasztalatot tudok szerezni a különböző szerszámok használatában. A készített komposztáló alapötletéül a 10-20 ezer forintért megvásárolható komposztálók szolgáltak. A saját verziómban én ritkábban helyeztem el a lambéria elemeket, amiatt, hogy jobban tudjon szellőzni a komposzt. És a tervet még kiegészítettem a szúnyoghálóval, amiatt, hogy oldalra ne essen ki a benne lévő anyag. Az egyik oldalára kevesebb lészet helyeztem, azért, hogy könnyebben hozzáférjek a komposzthoz, amikor meg kell forgatni vagy átszitálni. Első lépésben méretre vágtam a lambéria elemeket. A terasz korlátjából voltak még megmaradt faanyagok, melyek már le voltak festve és méretre vágva, de ezeket is felszerettem volna használni, szóval végül ezek határozták meg, hogy a többi lambéria elem milyen hosszúságú legyen. Bár végül csak egyet használtam fel a 4 megmaradt darabból, de eredetileg az összeset felszerettem volna használni. Ezt követően lefestettem világos tölgy színű vékony lazúrral a kezeletlen faelemeket. Összesen 3 réteget hordtam fel. Sajnos egyáltalán nem olyan színe lett, mint amilyen az elvárt. Ennek több oka is lehet, vagy a fa típusa nem volt megfelelő, vagy idősek voltak ezek a fa elemek. A lambéria elemeken a csavarok helyét előfúrtam, amiatt, mert eléggé a szélén terveztem megfogatni az elemeket, és féltem, hogy megreped a lambéria. Egy-egy felfogatási helyet alakítottam ki mindkét oldalon, mivel úgy gondolom, hogy a komposzt akkora erővel nem fogja nyomni az elemeket, de ha mégis az ellenkezője következne be, akkor megfogatom még további helyeken ezeket a lambéria elemeket. Összességében, bevallom, nem lett valami szép a végeredmény. Boltban sokkal szebbet lehet vásárolni, de én meg vagyok vele elégedve, én készítettem, én raktam össze, szereztem ezáltal tapasztalatot. Nagyon remélem, hogy bírni fogja megpróbáltatásokat ez a komposztáló. Köszi, hogy megnézted a videót, sziasztok!